legújabb szerzeményükből száll ki Farkas Attila, a Bonikum Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. A városüzemeltetési feladatokat ellátó cég ezzel az új traktorral fiatalította gépállományát. Ez egy olyan tevékenység, ami egészen könnyen és jól gépesíthető. A gépek nagyban ki tudják váltani az élő munkaerőt. Örömteli nap ez a mai a Bonikum életében. Nagyon régóta nem volt arra példa, hogy egy új, nagyértékű, ez a gép egyébként bruttó 30 millió forintba került, nagyértékű gépet kapjunk, vagy tudjunk átvenni. Ezzel egyébként egy több mint 25 éves traktort fogunk kiváltani. Céljaink szerint fűnyírásra fogjuk használni a nyári időszakban, illetve pótkocsival termozgatásra, de a méretéből adódóan viszonylag kicsinek mondható, bonyhádi szűk utcákon is kényelmesen elfér, a téli csúszásmentesítés során is feladattal fogjuk megbízni. Azonban nem ez az egyetlen haszonjárműve a cégnek. Traktorból 3 van, terautóból 1, és akkor vannak kisebb kategóriai járművek, platós terautók, amivel szállítanak munkatársaim munkaeszközöket, de traktorból ez a legújabb. Ez egy 100 lóerős egyébként, mellette van egy 120 lóerős John Deere, ami már egy kicsit idősebb, de az is jó állapotban van, és ahogy említettem, egy 25 éves Zetort fogunk ezzel kiváltani. A beszerzés teljesen erőből történt, köszönettel tartozunk városvezetőjének, vezetőinek. Polgármester asszonynak 2019-ben az újraválasztás alkalmát követően leültünk, és átbeszéltük a Bonikum helyzetét, ahol ő arról biztosított engem, hogy a korábban elodázott fejlesztési tervet ebben a ciklusban meg fogjuk valósítani. Ez egy több lépcsős terv. Első lépésként egy traktort kívántunk beszerezni, és polgármester asszony és a testületnek azt különösen köszönjük, hogy 19-hez képest ugye manapság teljesen más helyzet van. A pénzünk megvolt rá, de olyan döntés született, hogy nem fogják átcsoportosítani akár energetikai költségek rendezésére, vagy más irányú megtakarításokra, hanem hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a gépet megvegyük, és a flottánkat ezáltal fiatalítassuk. De nem állnak itt meg a géppark fejlesztésével. Szeretnénk egy másik gépet is beszerezni, ott már a közbeszerzésen túl vagyunk, nyertes pályázat kiválasztásra került, egy 18 tonnás Mercedes gépjármű kerül majd leszállításra, hamar reményeink szerint hamarosan, most még gyártják valahol külföldön. Ezekkel a gépekkel a városlakók érdekeit és kényelmét szolgálják majd, hiszen télen az úttakarítást végzik majd vele, tavasszal és nyáron a nagyobb fűves területeket tartják rendbe, és a nehezebb dolgok mozgatására is alkalmasak.